Folytatódik a Stereo. Újabb vendégünk Tamás Rolanda, Kossuth Lajos Általános Iskola intézményvezetője. Szerusz, szia! Jó reggelt kívánok mindenkinek! Elsőként kezdjük azzal, hogy hogy vagytok, hogy megy az online utatás, van-e fennakadás, és ne feledkezzünk el arra, hogy mindezek elős közepette még beiratkozás is van. Igen, jól vagyunk, köszönjük szépen, épp, hogy ide jöttem. 10 perc hamarabb be kellett fejeznem az egyik online órámat, és uh, sietek majd a... A gyerekek biztos élvezték azért, hogy kicsit rövidebb legyen. Hát igen, 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 és akkor tíz órakor meg ugye kezdődik nekem is a másik. Tehát uh, én is elég sok órát tartok a, a, az éven, és hát ez ugye online órát, hogy az ember ténylegesen valósan megtartja. És ugye tavaly mondtam, hogy idén mindenféleképpen rendezettebb lesz a dolog, tavaly is nagyon jól működött, de idén ugye megvan az, hogy kötelezően mennyien online órát tartanak le a, a kollégák, milyen tantárgyakból, és akkor megtaláltuk ezt a ezt talán az arany középutat, hogy, hogy, ne legyünk nagyon sokak. De, tehát egy de ilyen azért... hibrid módszerben dolgoztak, akkor Tessék... azt, egy ilyen hibrid módszerben dolgoztak, ez Igen, azt jelenti? tehát hogy a, nem, az, nem, az, van, hogy van hat órája egy tanulónak, akkor mind a hatot online uh, letartjuk. De azért a tanóráknak, tehát a főbb tantárgyak azok mindenféleképpen le vannak, a többiből pedig, hogy ne kelljen egy gyereknek mondjuk 6 órát mondjuk egy kicsi elsősnek ott ülni, a gép előtt azokat pedig különböző, hát ilyen online feladatokkal, vagy éppen az órendjébe látja, hogy milyen feladatok vannak, és akkor azt tudja ütemezni, hogy ma mondjuk csak két órám volt, amire jobban kellett ö, foglalkozni, Ho, vagy mondjuk ma öt volt, akkor holnap csak kettő lesz, akkor holnap megcsinálok egy-két feladatot, tehát ilyen határidők vannak szabban. Egyébként mi a tapasztalat? Sok szülő úgy volt vele, hogy ja Istenem, kütyű kezelés, meg kütyű kerül a gyerek közelébe, akkor hogy fog ő tanulni, inkább majd a játék felé orientálódik. Ezt így most már sajnos, vagy nem sajnos egyéves tapasztalattal a hátatok mögötti, hogy látjátok? Nincs ilyen. Tehát olyan, olyan, lehetséges, hogyha nincs otthon a szülő is játszik, mert ugye vettek neki egy jó gépet, hogy tudjan mondjuk tanulni, és ezt éppen, hogyha apa anya nincsen otthon, akkor, akkor játszik. De azért az online oktatásnál, ahogy én veszem, a, a kicsik is nagyon ügyesek. Tehát első osztálytól. Olyan, abban nem vagyok biztos, hogy mondjuk egy nyolcadikos tanuló éppen, hogyha tartja az, a, az online órát, éppen, hogyha kikapcsolja mondjuk a kameráját, akkor nem tudne megnézni valamit, vagy vagy éppen más, de azért többnyire az a tapasztalat, hogy ezek eléggé folyamatosan szólítjuk őket, kontakt van, oda-vissza nem csak egy egyoldalú beszélgetés, tehát a tapasztalat az, hogy, hogy szerintem ezért ez kevés vagy elenyésző százalék. Van. De az vitathatatlan, hogy kompetenciában, tehát informatikai kompetenciában hihetetlen lépést tettünk előre emiatt. Igen, ez egy pozitív hozadéka, ugye van mindig az örömben az öröm, egy pozitív hozadéka ennek a ennek a történetnek. Én bízom benne, hogy innen, innen is hogy lép tovább, mert ugye, hogy az informatikai eszközöket hogyan használjuk, vagy hogy kiből mi lesz, mondjuk kiből lehet egy, egy programozó, azért ahhoz ez kevés. Tehát ez az alapvetően tudás tudjon tájékozódni, tudja a gyermek azt, hogy mikre lehet használni a számítógépet, nem csak a minecraftozni, tehát erre mindenféleképpen jó, és hogy ha valaki tovább szeretne ebbe a dologba lépni, akkor az út az adott, és ki kell taposni és menni rajta. A másik kérdés az online oktatással kapcsolatban, hogy az megfigyelhető, -e, hogy a felsőbb osztályokban veszik mind a gyerekek, mind pedig a tanárok komolyabban, tehát ott nagyobb hangsúly fektet, fektet az iskola arra, hogy, hogy a, a tudás az a fajta tanítás, amely nem lehet pótolni a face-to-face -face tanítás, de valahogy mégis egy, amennyire csak lehet. Nem el, gondolom, nem, nem gondolom, az alsó utakozaton is nagyon. Tehát egy pici, pici gyerekeknél, ahol mondjuk éppen a mondjuk a beszél kapcsolást tanítják, vagyunk az ott a szerencsénk, hogy megint tavasszal jött, ha ősszel lenne, akkor nagyon nagy bajba lennénk ugye, az írás, olvasás, tanítása kapcsán. De ugye az írottat, betűket azt tudták, és akkor ugyan, vagy nyomtatottad, hogyan nyomtatottat, e, hogyan tanulják. Tehát e, nagyon odafigyelnek az alsós kollégáim is, legalább olyan e, ügyesen és jól e, kezelik ezt. És, és végzik ezt a munkát. Tehát nem csak az van, hogy ott van az online órend, és be van írva, hogy munkafizet 4-es, csináld meg, hanem rendesen a fiam is pont ott otthon ül, és pont éppen az áginéjének jó órát tart. Tehát sőt, a logopédiai fejlesztés a másik gyermekem jó is, és azokat a fejlesztő gyakorlatokat például a logopédus is küldi, és csinálja, vagy csináljuk vele minden nap, tehát hogy ez egy fontos dolog. Tehát nem feltétlenül a felsőség, ott talán több a tananyag. Egy évvel ezelőtt sokan aggódtak, hogy mi a helyzet az eszközökkel, az internettel, és sokan elfeledkeznek arra, hogy sajnos, nem sajnos, most is vannak olyan családok, akiknek gyakorlatilag papír alapon kell adni a feladatokat. Nálatok ezzel kapcsolatban mi a tapasztalat? Nálunk tudomásom szerint nincs ilyen. Megoldottak, rendben van. Nincs volna. ilyen. Ugye tavalyi évben sokkal több, ugye kicsit felkészületlenebbül ért minket ez a dolog, tehát sokkal több eszközt kellett különböző forrásokból szerezni, azért idén nem mondom, hogy nem lehetne azt, hogy minden családban még egy asztali gépet mondjuk beszerezni, tehát de azt gondolom, hogy az a minimális dolog megvan. Én nem szeretem, ha a gyermekek egy darab tabletten vagy egy darab okos telefonon használják, de nagyon sokan vannak gyerekek, hogy például a telefonja a kamera és akkor asztali gépen meg dolgozik, és egyszerre van ugye bejelentkezett, nagyon ügyesen megoldják a, a szülők. Én azt javaslom nekik a jövőben is sose tudni, hogy milyen világ jön, meg, meg mi, mi, mi lesz később, reméljük, hogy semmi, de de ilyen hasznos dolgokat, mint mondom, egy asztali gép vagy egy laptop, hogyha megteheti, akkor akkor vegyen. Az internet kapcsán meg annyi, hogy azért a dabas eléggé lefedett ebből a szempontból, okostelefon mindenkinek, inkább ott volt gond, ahol nem volt mondjuk előfizetéses telefon, hanem feltöltőkártyás, és akkor az, az ingyenes netnek a biztosítása ott egy picit problémás, néhány családnál ö, magam mentem és intézkedtem ö, ennek kapcsán. Lépjünk tovább. Sokan most készülnek átlépni az iskola küszöbét, iskola kapuját. Beiratkozásról beszéljünk egy kicsit. Igen, hát reméljük, hogy nem online fogjuk <laughs> ezt a küszöböt átlépni. Uh, jött nekünk egy hirdet, mi azért vannak itt ilyen, elég sok papír, itt a televíziónézők látják, vagy éppen, ha, ha online megy a, a műsor hogy ö, április 15-e, 16-a, ugye kijött az EMI rendelet a beiratkozással kapcsolatban, de itt igazából ez április 15 csütörtök, április 16 péntek, ez központilag van meghatározva, de még nekünk nem jött igazából tankerületi eljárásrend. Amit tudunk, az az, hogy minden intézmény, hogy ezt e, ugye itt a COVID-helyzet miatt ugye online is meg lehet tenni, és a papírokat online is fel lehet tölteni és be lehet e, majd mutatni. Van a, a Kréta rendszerben, de ez országosan így zajlik, van a Kréta rendszernek egy felülete, ezt már meg is osztottam egy ilyen elügyintézés, e, Kréta elérhetőség. Ha valaki a, a honlapunkra rámegy és beírja azt, hogy csak azt, hogy beiratkozás szót, a, a honlapunknak a keresőjébe, akkor ki fogja dobni, hogy milyen uh, a tavalyi eljárásrendeket, és uh, meg a tavalyi, sőt, már most is tettem ki mondjuk az éven tájékoztatót ezzel kapcsolatban, és ott meg tudja tekinteni, hogy hogyan lehet ezt az online felületet kezelni. Uh, mi, mi kell, az viszont lényeges, mert uh, ugye kötelező beíratni a szülő a gyermekeket. Az egyik az, hogy uh, a körzetes iskolába, vagy az általa választott iskolába. Tehát nem muszáj a körzetesbe, de csak egy helyre. Tehát az, hogy valaki elmegy és három általános iskolába beiratkozik, azt úgy is kiszűrjük, mert ugye kidobja a gép, hogy miért, miért létezik az. Tehát olyan nem lehetséges, egy helyre kell beiratni, oda viszont kötelezően be kell. És hogy mi kell hozzá, ez gyorsan itt el fel. Még mielőtt nem? ezt elmondod, mindenképp mondjuk igen. el. De ha jól értem, a Kréta rendszer elügyintézésebe lehet intézni ezt a igen, dolgot. Igen, akik igen. most iratkoznak be, azok hogy tudnak a Kréta rendszerbe belépni? nekik is van egy hozzáférés, és ott van egy ilyen tájékoztató, hogy hogyan kell először beregisztrálni erre a felületre, és amikor megtörténik a regisztráció, akkor onnantól kezdve el fogják tudni érni ezt a felületet. Tehát kell egy, egy regisztrációt. Ugye a Kréta éjtézni. rendszeren belül ki kell választani az intézményt, és akkor úgy tudnak regisztrálni? Igen, igen, igen. Tehát, hogy Ja, mindjárt mondom, igen, tehát úgy működik a rendszer, hogy megkapja a szülő van egy regisztrációs folyamat, azon megy, és abba az iskolában ott még nem kell iskolát választani, de majd a, amikor a beiratkozásnak a folyamat elindulott, kell iskolát választani, névvel azonosítóval, úgyhogy és akkor onnan fogjuk látni, hogy ezt éppen nekünk töltötte fel a a szülő. Na nézzük a dokumentumokat. És a dokumentumok, igen, a gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány, tajkártya, lakcímkártya, kellenek nyilatkozatok. Ezeket a nyilatkozatokat egyébként a jövő héttől le lehet majd tölteni az iskoláknak a honlapjáról. Nem tudjuk még, hogy ez az online felület mikor nyílik meg, az majd egy adott időpont van Tavaly később volt itt a COVID kapcsán eléggé elhúzódott a beiratkozás, talán május volt. Idén menetrend szerint ez az április az időszaka. Ennek is életvitelszerűen, hol aki közös felügyeleti jogról nyilatkozat és hités erkölcsönoktatásról valamint lesz egy ilyen nyilatkozat az csak a saját iskolánkban, hogy például fénykép, hang, videó, felvétel, készítése, közzététel, hogy a GDPR-nak is megfeleljünk. Tehát ezek egy menüpontban lesznek, és ott le lehet majd tölteni ezeket a szülőknek, és akkor ezeket majd kérjük. De lehetőség lesz egyébként szerintem a személyes megjelenésre is, én megmondom őszintén, alapjáraton jobban örülök neki, hogyha jön a szülő, látjuk de mondom, a, megjön a pontos eljárás, amit akkor ki fogjuk tenni. Egy fontos dolog van, az a nekadatlap, amit a, a kormányhivatalban kell kérni, hogy a szülő beírja a keresőbe. Ami azért fontos, mert úgy tudom, hogy a kormányhivatalokban most már időpontra lehet menni, vagy talán időpontokra kell menni, és amikor a szülő szeretne majd ezt a nekadatlapot kikérni, el kell menni a gyermekkel személyesen, fénykép róla, tehát ennek van egy kis átfutási ideje, és, és úgy tudom, hogy talán, mint a szülők jelezték volna, hogy időpontra kell menni, és elég késő időpontot adnak. Na most megnyugtatásként közlem, hogyha kapnának egy április második felére egy időpontot a szülők, és, és ugye beiratkozás meg 15-16-at még el kellene végezni, akkor biztos, hogy lehetőséget fogunk biztosítani a, a Pótl szülőknek a pótlásra, de érdemes minél hamarabb bejelentkezni, és minél hamarabb ezt megcsinálni. Nyilván nagyon sokan figyelemmel kísérik az iskola honlapját, ahol nem is olyan rég, tegnap-tegnap előtt láttam talán, hogy feltetted, hogy hát szépül épül az új játszótér. Igen, hát ez csak egy folyamat, egy, 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 tényleg nekem egy nagy álom már régóta, mióta itt vagyok egy ilyen nagyon nagy játszótér, és abba kezdtük bele. Ez egy nekik nem lőhetne létre a szülőktől, tehát amikor mi mondjuk két-három évvel ezelőtt elkezdtünk ugye táncolni a bálra, és a, a, gyártani a meghívókat, akkor ez volt a cél, hogy egy ilyen szép új, ez, volt, ez is volt a cél, mert ugye sok minden más támogat. Tehát a szülői munkaközösség, Ezúton is köszönöm a szülői elnökének, a Balogné Assa Nikolettnek, aki ezt így lehetővé teszi nekünk és segíti a, a gyermekeknek a munkáját. Tehát ez azért van, hogy most elindultunk négy új nagy játékkal, és minden éven ezt szeretnénk kibővíteni ősszel, tavasszal, akár papírgyűjtéspénzből, akár báli bevételből, és szeretnénk a teljes udvart megtölteni gyerekjátékokkal. Hát nagyon szépen köszönöm. Mikorra várható egyébként, hogy ez elkészül, vagy, vagy foly ez egy folyamat? És hát egy... folyamat, a, a, most a, a gyerekeknek igazából a jövő héten már, ha a, a tavaszi szünet után, ha jönnek, akkor a gyermekek birtokba vehetik azt a részt, ami van. Tehát vannak hintáink, mérlek hintáink, ilyen pörgőforgó. Ezeket lehet használni, és akkor mindig majd, ha érkezik egy új játék, akkor azt nem lehet természetesen. További kitartás. Neked nem húzom tovább, mert sietned kell vissza órára. Tamásról volt a vendégünk. Kossuth Lajos Általános intézményvezetője. Szép napot neked.